A következő alkalommal káliummal fogom megcsinálni ugyanazt a kísérletet, mint az előbb a nátriummal. Ezt is vízbe fogom helyezni. Figyeljük meg majd a két reakció hevessége közötti különbséget. Most egy kis kálium darabkát fogok kivenni. Csipesszel. Majd. Kérgétől megtisztítom. Levágom belőle egy kis darabkát. Felítatom szűrőpapírra, leítatom róla a petróleumot. Sütöm a vizet teszek. Petri csészébe. Fennaftalina megfestem. Kicsit üvegbottal. Összekeverjük, hogy a fennaftalina egyenletesen legyen jön a vízbe. És ezután következik a káliumdarabkának a belehelyezése. Figyeljük, mi történik. Hát látok, hogy sokkal erősebb volt a reakció. Nagyon gyorsan eloxidálódott a kálium, meg is gyulladt, olyan heves volt a reakció, és ugye kicsit is fröccsent rá, ugye a tálcára.